Ebben a néhány videóban Yahuwah ünnepeit szeretném bemutatni azoknak, akik ezt meg szeretnék tartani, akik nem, vagy akik más rendszer szerint tartják, semmi probléma, én nem állítom azt, hogy ez a tökéletes naptár, vagy a tökéletes rendszer, vagy mindent tudunk. Én azt mondom, hogy mi idáig jutottunk, és mi így járjuk ezt az utat. Úgyhogy ha valaki egyetért ezzel és szeretne csatlakozni, halleluja, aki pedig más úton jár, szerintem amennyiben az ember teljes erejéből és teljes elméjéből és teljes szívéből az utat járja, nem lesz probléma, és el fog jutni az igazsághoz. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, és remélem, hogy ezt be tudja fogadni mindenki, aki a videót nézi majd. Ebben a videóban meg fogjuk nézni, hogy a sátrak ünnepéről mit tudunk meg az írás szerint, az írásból, mely ugye az idén október 4-től október 11-ig tart majd. Az ünnepek 3 Mózes Vaikra 23-as fejezetben vannak leírva és részletezve, a 33. verstől pedig konkrétan a Szukkót vagy Sukkótról van szó, ami a sátrak ünnepe. Nézzük meg, hogy mi az, amit erről kideríthetünk. Szóla ismét Yahuwah Mósénak mondván, szólj Izrael fiainak mondván, ugyanennek a 7. hónapnak 15-én a sátorok ünnepe legyen Yahuwahnak 7 napig. Azaz ez az ünnep Yahuwahnak az ünnepe, és ő az, aki ezt mondta Mósénak, ez nem Mózes találta ki, ez nem a zsidók ünnepe, ez Yahuwah ünnepe. Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robotamunkát ne végezzetek. Robotamunka, ez ugye az a munka, amiért az ember pénzt vagy fizetést kap. Az első napja tulajdonképpen egy sabbat, ami október 4-én van 2017-ben. 36-os versét, szóval 7 napon át áldozatok Yahuwahnak tűzáldozatot, a 8. napon pedig szent gyülekezéstek legyen, és tűzáldozattal áldozatok Yahuwahnak. Berekesztő ünnepez, semmilyen robotamunkát ne végezzetek azon. Azaz ismét megerősíti azt, hogy ez Yahuwahnak az ünnepe, és az első napon, illetve a 8. napon egy sabbat napot ír elő, ami azzal jár, hogy ugye ismét csak semmiféle munkát nem lehet végezni, amiért az ember pénzt vagy jövedelmet kap. Minden, ami az ünneppel kapcsolatos munka, azt el lehet végezni. 37-es versben összefoglalja, ugye ezek Yahuwahnak ünnepei. Azaz ismét megerősíti, hogy ezek nem a zsidók ünnepei, ezek nem Mósé vagy Mózes ünnepei, ezek Yahuwah, a teremtő ünnepei, amelyeken szent gyülekezésekre kell gyülekeznetek. Ez egy parancsolat, hogy áldozzatok Yahuwahnak tűzáldozattal, egészen égő áldozattal, ételáldozattal, véres italáldozattal minden napét a maga napján. Azaz mindennek megvan az előre elrendelt ideje, és azon a napon kell nekünk ezeket megcselekednünk. Yahuwahnak szombatjain kívül, adományaitokon kívül, fogadásból, szabad akaratból való minden ajándékaitokon kívül, amelyet adni szoktatok Yahuwahnak. Azaz nem csak, hogy az ő szombatjai, ami ugye sabbat, a heti szombatnap, hanem ezek az ünnepek, és azon kívül minden, amit az ember szabad akaratából elhatároz, hogy ő megtesz Yahuwahnak. Akár a böjtök, akár bármilyen karitatív munka, teljesen mindegy. Minden, ami ezen felül van, ezeket itt összegyűjti egyben. Ugyancsak a 7. hónapnak 15. napján, mikor a földnek termését betakarjátok, Yahuwahnak ünnepét ünnepeljétek 7 napig. Megismétli újra a sátrak ünnepét. Az első napon nyugodalom napja, 8. napon is nyugodalom napja legyen, azaz sabbat. Tehát mindezeken kívül, a heti szombatnapokon kívül, amit az ember szabad akaratából cselekszik, azon kívül vannak ezek az ünnepek. Az egyik ilyen a Szukkót, vagyis a sátrak ünnepe. Az első, illetve a 8. nap, azaz az utolsó nap utáni nap, egy szombatnap. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű falombját, és patak mellett való fűzfagaljakat, és örvendezzetek Yahuwah előtt, a ti hatalmasságotok előtt 7 napig. ugye amikor ki fog derülni a későbbiekben, amikor ezt megünnepelték, Izrael népe, akkor lehetőség volt számukra arra, hogy ezt megépítsék természetes anyagokból, hiszen az időjárás ugye más volt ott, mint mondjuk itt lesz októberben, de a lényeg az, hogy mindenki a legjobb tudása szerint megteszi, amit tud, és ez az előírás, amit ő Mózes, vagyis Mósej segítségével közvetít Izrael, vagyis Izrael népének. Így ünnepeljétek meg azt Jahuának ünnepét, azaz ismét elmondja, hogy ez Jahua ünnepe. Minden esztendőben 7 napig örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél, a 7. hónapban ünnepeljétek azt. Sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom, vagyis Mizraim földéről. Én vagyok Jahua, a ti hatalmasságotok, és szól a Mósei Izrael fiainak Jahuának ünnepei felől. Azaz, hogyha megérti az ember, hogy mire szolgálnak ezek az ünnepek, akkor ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy közelebb kerüljön Jahuához, és engedelmesen és alázatosan kövesse az ő előírásait. Ezek az ő ünnepei számtalanszor kihangsúlyozta azt is, hogy ez egy örökkévaló rendtartás, későbbiekben ki fog derülni, hogy mindenki számára ezt írja elő, nem csak a benszülöttek számára. A lényeg azonban az, hogy visszautal arra a nagy eseményre, amikor kihozta őket Egyiptomból, ugye a Páska is erről szól, a sátrak ünnepe is erről szól. Ezt szeretné, hogy ne felejtsék el, valamint ennek természetesen van egy előreutaló, az utolsó időkre utaló jelentősége is, amelyekben mi élünk. Következő utalás erre az ünnepre, Debarim 5 Mózes 16, 11-17-ig így szól. És örvendezz Jahuának, a te hatalmasságodnak színe előtt te, és a te fiad, és lányod, és szolgáló leányod, és a lévita, aki a te kapuidon belül van, és a jövevény, az árva, az özvegy, aki a te közötted vannak, azon a helyen, amelyet kiválasztott Jahua, te hatalmasságot, hogy oda helyezze az ő nevét, azaz mindenkire vonatkozott. Ez a rendelet 5 Mózes Debarim 16 megismétli Vayikra 23 ünnepeit, illetve egyéb rendtartásokat és instrukciókat. És emlékezzél meg róla, hogy te szolga voltál Egyiptomban, Mizraimban, és tartsd meg és teljesítsd e rendeléseket. Ez egy ugyanolyan parancsolat, mint az összes többi, hogy ne ölj, ne lopj, vagy ne paráználkodjál. Teljesítsd e rendeléseket. Ha valaki nem tud olyan cikket mutatni, vagy verset a Mesiák szájából, ami ezt eltörli, akkor ezek a parancsolatok érvényben vannak. 13-as. A sátorok ünnepét 7 napig tartsd, mikor begyűjtöd a te szérűdről és sajtodról. Azaz ez az év végi aratáskor van, és ennek az ünnepe. Ezért fontos ez számunkra, hogy megértse mindenki, hogy az idők végezetén, az utolsó időkben, melyben mi élünk, erre ez egy utalás, amikor is a kürdzengés ünnepén egybehívja a népét, az engesztelés napján bűnbocsánatot nyernek, és a sátrak ünnepén megünneplik a visszatérését. Aki ezt nem érti meg, az nyilván nem fogja ennek a jelentőségét megérteni. Azonban aki igen, az szeretne részt venni ezen. Hiszen ő engedelmes szeretne lenni, és tudja, hogy Jahua abban gyönyörködik, aki engedelmesen követi az ő utasításait. Erre számtalan példa van az írásból, hogy ezt mondja Jahua, például Tehelim 37, Jahua szilárdítja meg az igaz ember lépteit, hogyan az ő instrukcióval, és kedveli útját. Azaz azt kedveli, aki igaz úton jár, az igaz út pedig az ő instrukciója, az ő parancsolatai. Tehelim 112 így kezdődik, dicsértek Jahuát, boldog az ember, aki féli Jahuát, az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Tehelim 119 így szól, a te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek. Gyönyörködöm a te rendeléseidben, a te beszédedről nem feledkezem el. Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet. A határozatairól gondolkodik, az ő beszédéről el nem feledkezik és gyönyörködik Jahua rendeléseiben. Amint látjuk, ez egy rendelés. Hogy emlékezz meg róla, hogy te is szolga voltál Mizraimban, Egyiptomban, és tartsd meg és teljesítsd e rendeléseket. Miket? A sátorok ünnepét 7 napig tartsd, mikor begyűjtöd a te szélüdről a sajtodról. Örvendezz a te ünnepeden, te, a te fiad, lányod, szolgáló lányod, a lévita, a jövevény, az árva az özvegy, akik belül vannak a te kapuidon, akik belül vannak a kapun, azok, akik a szövetség részesei szeretnének lenni, és ebbe a jövevény is beletartozott. Tehát e rendeléseket a jövevénynek is meg kellett tartania. De egyébként jó esetben a jövevény ugyanúgy, ahogy az összes többi, ebben gyönyörködik. Ezt szeretnénk csinálni. Aki azt mondja, hogy ő újjászületett, ő benne a lélek vezeti, vagy a szellem vezeti, és nem akarja ezeket megcsinálni, ott komoly problémák vannak, hiszen az ember, amit láttuk, erről ír Tehelim, vagy Zsoltárok több alkalommal, ezt szeretné csinálni, ebben gyönyörködik, mert tudja, hogy ezzel boldogságot okoz a teremtőnek. Nem arról van szó, hogy az ember gépiesen csinálja ezeket a dolgokat, hanem ezt akarja csinálni, így érzi, hogy ez a helyes. Ez a lényeg az egész útnak. Zsoltárok 119-23-24 így szól, még ha fejedelmek összeülnek, ellenem beszélnek is, a te szolgád a te rendeléseidről gondolkodik. És láthattuk azt, hogy ez egy rendelés, amiről ugye az ő szolgája gondolkodik. Állandóan ez van az ember fejében. A te bizonyságaid, én gyönyörűségem, én tanácsadóim. Azaz az ember ez szerint él, ezért találta ki az instrukciókat Jahua. Hogy egyszerűbb legyen az élet, azért, hogy nagyszerűbb legyen, közelebb kerüljünk hozzá, és a végén eljussunk oda, ahova mindannyian szeretnénk. Nem azért, mert olvastuk és meg kell csinálnunk. Azért, mert a szellem így vezeti az embert. 7 napig ünnepelj Jahuának a te hatalmasságodnak azon a helyen, amelyet kiválaszt Jahua. Mert megáld téged Jahua a te hatalmasságod minden termésedben, és kezeidnek minden munkájában. Azért örvendezz, igen. Azaz, azt szeretné, hogyha az ember boldog lenne, és közben az járna a fejében, aki ezt lehetővé tette számára. Szeretné, hogy jól érezze magát az ember, de ugyanakkor szeretne velünk is lenni, hiszen hogy másképp tudna velünk lenni, mint ha mi engedelmesek vagyunk, és ott vagyunk, és azt csináljuk, amit ő akar. Ez a lényege ezeknek a rendeléseknek, melyeket itt olvasom. Hogy ő akkor le tud jönni közénk, és velünk tud ünnepelni, és velünk lenni, hiszen ezt szerette volna elérni a kezdetektől fogva. Ezért hozta létre az embert. Minden esztendőben 3-szor jelenjen meg közüled minden férfi Jahuának, a te hatalmasságodnak színe előtt azon a helyen, melyet kiválaszt. A kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátorok ünnepén. De üres kézzel senki se jelenjen meg Jahua előtt, ki az ő képessége szerint, Jahuának, a te hatalmasságodnak áldása szerint, melyet áld néked. Nyilván abban az időben ez egész más volt, mikor az emberek a földből éltek, és volt saját terményük, termékeik, melyeket ebből előállítottak. Azonban ez nem zárja ki azt ma, hogy aki részt vesz ezen, az a képessége szerint hozzáad valamit. Nyilván nekünk már nem kell áldozatokat bemutatnunk, ez egyértelműen kiderül. Dániel 9-es fejezet, illetve zsidók az Avri 10-es fejezetből, de számtalan más utalás is van erre, hogy a Mesiák eljövetelével az áldozati rendeléseknek vége szakad. Azon egyszerű oknál fogva, hogy nincsen templom, és nincsen papi rend, aki ellássa a feladatokat. 5 Mózes Deberim 31-es fejezet 10-13-ig így szól, és megparancsolál nekik Mózes mondván. A 7. esztendő végén, ez ugye a jubileumi 7 év, és azt javaslom mindenkinek, hogy figyeljen oda jó, hogy miről van szó. Az elengedés esztendejének idejében, a sátorok ünnepén. Azaz, a Mesiák eljövetele az elengedés esztendejének idejében kell, hogy legyen, hiszen ez az, amikor megszabadítja az ő népét, ekkor engedi el a rabságból, ami az ellenség alatt a 6000 esztendő volt itt a Földön, és ekkor kezdődik meg a 7. Úgyhogy az ünnepek nagyon fontosak annak érdekében, hogy a jó helyen legyünk, a jó időpontban, és ne ott, ahol esetleg nehezebb az élet. Hiszen az ember követi Jahó útját, és ő majd gondoskodik rólunk. Ez a lényeg az egésznek. Fontos azt megérteni, hogy a 7. esztendő az egy jubileumi esztendő volt, amikor semmiféle munkát nem végeztek, ugye robotamunka, a pénzkereseti vagy jövedelemkereseti munkát, és minden 50. esztendőben elengedték a tartozásokat, illetve a szolgákat. Erről beszél most, az elengedés esztendejéről. Az elengedés esztendejében kell, hogy eljöjjön a Mesiás. És ez a sátorok ünnepének idején van. Miért ne akarna valaki részt venni ezen, hiszen ennek egy jelentősége van az utolsó időkre nézve. Az összes ünnepet azért találtak ki, hogy az emberek tudják gyakorolni azokat a szokásokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy megértsék az írást. Meg fogjuk látni, hogy mi mást rendelt még annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Azonban az biztos, hogy ez az 50. esztendőben, egy jubileumi esztendőben fog megtörténni, amiről itt beszél, a sátorok ünnepén. Ne az legyen, hogy ezt én találom ki. Vaikra 3:25-9-11-ig így szól, akkor fúvasd végig a riadókürtöt a 7. hónapban, a hónap 10-én, az engesztelés napján fúvasd végig a kürtöt a ti egész földeteken, és szenteljétek meg az 50. esztendőt, ez az az esztendő, amiről itt beszél, az elengedés esztendeje, és hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójának. Kürtölés legyen ez néktek, és kapja vissza kiki az ő birtokát, és térjen vissza kiki az ő nemzetségéhez. Kürtölés ez, az legyen néktek az 50. esztendő. Ne vessetek, és le se arassátok, amit önként terem, és a metszetlen szőlőjét se szedjétek meg annak. Ez az, amiről beszél a jubileumi 50. esztendő, az elengedés, a szabadság esztendeje. Ez az, amikor el fog jönni Jahusha, mikor ezt a kürt szót halljuk az engesztelés ünnepén, a sátoros ünnep közvetlen kezdete előtt. Ez az, amire várunk mindannyian. Mi történik ekkor? 11-es. Mikor eljön az egész Izrael, hogy megjelenjék Jahó előtt, a te hatalmasságod előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, mit csinálj? Olvasd fel a törvényt. Egész Izrael előtt fülök hallására. Azaz az a lényege az ünnepeknek, hogy gyakorolja az ember, hogy hogyan kell úgy élnie, ahogyan azt a teremtő mondja. Hogyan kerülhet hozzá közelebb, hiszen csak az engedelmes és az alázatos az, aki közel kerülhet hozzá. Gyűjtsd egybe a népet, férfiakat, asszonyokat, kicsinyeket, a te jövevényedet, aki a te kapuidon belül van. Azaz mindenkit. Miért? Azért, hogy hallják és tanuljanak, és féljék Jahuát, a te hatalmasságodat, és a ti hatalmasságotokat, és tartsák meg, és teljesítsék a törvénynek minden igéjét. Ez a lényege az egésznek, amit a heti sebáton, az ünnepeken, és folyamatosan az ember, mikor tanulmányozza az írást, csinál. Persze, hogy nem lehet ezt gépiesen csinálni hit nélkül, de hát hit nélkül nem is akarja majd az ember csinálni. Eszébe nem jut szerintem a legtöbb embernek, hogy elkezdjen a törvények szerint élni, csak azért, mert olvasta valahol, hogy így kell. A hit előbb jön, mint a cselekedetek. Ezen mindannyian tisztában vagyunk. De akinek nincsenek cselekedetei, annak nincsen meg az a hit, amiről ő beszél itt. A kettő együtt jár. Jakab 2. fejezet ezt egyértelművé teszi. 13. És az ő fiaik is, azaz nem csak azok, akik ott voltak, az a nép, akit egybegyűjtött, hanem az ő fiaik is, akik nem tudják, hallják és tanulják meg, hogy a huáltati hatalmasságotokat kell félni mindaddig, amíg éltek azon a földön, melyre átkeltek a Jordán, hogy bírjátok azt. Azaz örökké az összes gyermekének, az embernek meg kellett volna tanítania és meg kell tanítania, hogy tudja, hogy milyen rendtartás szerint kellene élni a Földön. Következő hely Bamidbar 29-es fejezet, 12-40-es versig, ez ugye 4 Mózes, és ez így szól: 7. hónapnak 15. napján is szent gyülekezéstek legyen néktek. Ez ugye a sátrak ünnepének első napja. Semmi robota munkát ne végezzetek, és Jehovának ünnepét 7 napon ünnepeljétek. Ezek után felsorolja ugye akkor, hogy milyen áldozatokat kellett vinni az embereknek az első nap, a másodnapon, a harmadnapon, a negyedik napon, 5-en, 6-on, 7-en, és aztán a 35-ös versben így szól: 8. napon bezáró ünnepetek legyen néktek, semmi robotamunkát ne végezzetek. Ugye ez a robotamunka arra utal, ami bármilyen jövedelem keresettel kapcsolatos munka, ami nem az ünnephez fűződik. Hanem vigyetek Jehovának egészen égő áldozatot, stb. Stb. Ugyanúgy, ahogy eddig. 39. Ezeket áldozzátok Jehovának a ti ünnepeiteken, ugye ebben a fejezetben leírta, hogy mi a rendje az áldozatoknak a különböző ünnepeken. Amint mondtam, Dániel 9-es fejezet, illetve Avri zsidókhoz 10-es egyértelművé teszi, hogy ezek az áldozatok már nincsenek érvényben, hiszen nincs templom, nincs papi rend, és a messiák eljövetelével egy új rend kezdődik. Szóval 39. Ezeket áldozzátok Jehovának a ti ünnepeiteken, azon kívül, amiket fogadásból, szabad akaratotokból, egészen égő áldozataitokul, étel, ital és hála áldozataitokul. És megmondám Mósé Izrael fiainak mindazokat, amelyeket Jahua parancsolt vala Mósénak, azaz ezek Jahua parancsolatai Mósénak, hogy adja át az embereknek, hogy ilyen módon tudnak közelebb kerülni a teremtőhöz. Ez az, ahogyan az írás meghatározza a sátrak ünnepét. A következő részben meg fogjuk vizsgálni, hogy a gyakorlatban hogyan valósult meg, és néhány példát arra, hogy hogyan tartották ezt az ünnepet mindazok, akik keresték Jahua útját. Még egy érdekességet befejezésképpen, ez Bereshit 1 Mózes 8-as fejezet, és elmenének a vizek a földről folyton fogyván, és 150 nap múlva megfogyatkozának a vizek. A bárka pedig a 7. hónapban, a hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegyén, azaz sátrak ünnepének második napján állt meg a bárka az Ararát hegyén. Mindazok, akik azt mondják, hogy ők a messiák, vagy Jézus Krisztus követői, azoknak szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy amennyiben mi követünk valakit, nem élhetünk másképp, nem tehetünk, gondolkodhatunk, vagy beszélhetünk másképp, mint az a személy vagy karakter, akit mi állítólag követünk. Különben nem követjük. A mintát csak akkor lehet követni, ha úgy cselekszünk, ahogyan ő cselekedett. Mindazok, akik azt mondják, hogy ők követik a megváltót, úgy kell cselekedniük. Annak ellenére, hogy mi az, amit a világ mond, mi az, amit a legtöbb ember hisz, mi az, amit ez mond, vagy én gondolok, vagy én érzek. És amennyiben így gondolkodunk, és így élünk, akkor fogunk eljutni oda, ahova mindannyian szeretnénk, az pedig a királyság. Remélem, hogy hasznosak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!